Miután kinyírtam őket, bedobtam a csúszdát a temzébe. Kezet mostam egy Burger King klotyójában, és hazamentem várni az utasításokat. Nem sokára megjöttek az utasítások. Húzzátok el a beleteket Londonból, hülye köcsögök. Menjetek Brüsszelbe. Azt se tudtam, hol a faszban van Brüssz. Belgiumban van. Erőszakik. Brüssz egy szarfészek. Brüssz nem szarfészek. Te szarfészek. Ré, most álltunk le a vonatról, basszod majd. Akkor mondj róla véleményt, ha már láttad, baszd meg. Tudom, hogy egy szarfészek lesz. Két szoba lett lefoglalva, Krenem és Blakely névre. Igen. Nem. Csak egy szoba van. Nem. Egy kétágyas. Két hétre foglalták. Két hétre? Van másik szobájuk? Sajnos teltház van. Karácsony van. Mindenhol teltház van. Na jó. Baromi szép. Ez gáz, nem maradhatunk itt. Muszáj maradnunk, még nem hív. És ha két hétig nem hív? Akkor két hétig maradunk. Két hétig? Brüsszben, baszd meg! Egy ilyen szobában? Veled? Na ne! Ré, nem szívesen hozom fel... Nem szívesen hozol fel mit? Hát, tudod... Adjál már, baszd meg! Ez szerinted jó? Mi jó szerintem? Hát ez, csónakázni, bámészkodni. Igen, ez jó. Városnézés a neve. Oda néz! Egy régi kórház. Középkorban. Brüssz a legszebben megőrzött középkori belga város. Az fix. Mi van? Kilátás. Kilátás? Ide lentre? Azt innen is látom. Ray, te vagy a leggázabb turista az egész földön. Ken, Dublinban nőttem fel. Imádom Dublint. Ha a farmon nőttem volna fel, és gyagya volnék, tetszene Brüssz, de nem így volt. Hát, nem tetszik.